Ha érdekel egy több mint 150 négyzetméteres lakás felújításának a kulisszatitkai, tarts velem és Varró Zoltán belsőépítésszel. Kezdünk! Szia Zoli! Sziasztok! Köszi, hogy újra rendelkezésünkre álltál. Kérlek, mesélj erről a lakásról, mert tőled már megszokhattam azt, hogy meglévő adottságokból dolgozol, sokszor meghagyva, újra gondolva a történeteket. Itt mi történt ebben a lakásban? Hát ez egy óriási kedvencem ez a lakás, mert ugye láthatjuk, hogy gyönyörű szép stukkok vannak mindenhol, ezek eredetiek. Tehát azért ugye tudjuk, Budapesten nagyon kevés olyan lakás van, ahol megmaradtak ugye a II. Világháború után az eredeti szép stukkó díszítések. Itt gyakorlatilag minden szobában megmaradtak, úgyhogy csak rendbe kellett hozni. Gyakorlatilag a stukkokon kívül egyébként mindent felújítottunk, tehát teljesen tégláig vissza lettek bontva a falak, és minden, az összes vezeték, az összes rendszer, falak, minden új burkolatot kapott. Úgyhogy ebből a szempontból egy nagyon szép régi, de végig is vadonatúj lakásban vagyunk. Koncepció szempontjából, ami nekem nagyon fontos volt, és tényleg hát ugye itt a legnagyobb érték tényleg a stukkózat, az eredeti stukkó, és majd meg fogom mutatni még egy csodát, egy különlegességet, az előszobák szekrényt, az is eredeti, az egy neobarokk bútorzat, ami teljesen megmaradt, és fel tudtuk újítani, és ez is egy nagyon nagy dolog, így van. Úgyhogy gyakorlatilag ugye adott volt az, hogy mi legyen a koncepció, a belső építészet koncepciónak az alapja. Megmondom őszintén, amikor ezeket megláttam először, akkor rögtön jutott eszembe, hogy na, ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy egy kis Párizst csempészünk be Budapestre. Úgyhogy én úgy is szoktam hívni ezt a lakást, hogy egy kis Párizs Budapesten. És ez el is indította egyébként az én gondolatmenetemet. Ugye Párizsban nagyon sok olyan lakás van, ahol megmaradtak a régi klasszikus stukkódíszítések, nem csak a mennyezeten, hanem a falon is. És ott a franciáknak nagyon jó ízlésük van ahhoz, hogy a mai kornak a szellemét, a modern dizájnt hogyan lehet ebben a dologban nagyon jól megmutatni, és hogy lehet egy tökéletes egyensúlyt csinálni. Úgyhogy aztán én is arra gondoltam, hogy itt van ez a gyönyörű lakás, három hálószobánk van egyébként, és mindegyik egy témára van fölfűzve, de mégis egy kicsit más. De összességében tényleg ez a párizsi chic, ami gyakorlatilag a kiinduló pontja volt a dizájnnak. A lakás szívében vagyunk, ez a konyha-étkező nappali hármas egység. Itt jelenik meg leginkább ugye ez a francia elegancia. Természetesen egy ilyen lakásnak tökéletes és elmaradhatatlan része a kandalló, amit mögöttem láthatunk. Ugye nem tudtuk megoldani az igazi kandallót, úgyhogy gyakorlatilag egy látványkandallót építettünk be, de akkor mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos része egy ilyen tipikus szalon hangulatnak, igen. Ugye ennek a stílusnak, meg ennek a hangulatnak még egy nagyon fontos szerepe van mindig a szimetria. Ugye ezekben a lakásokban, általában ezekben a terekben, szobákban, szalonokban mindig minden nagyon szimmetrikus. Úgyhogy itt is láthatjuk, ugye a kandalló a középpontban van, a tévével. Két oldalt elhelyeztünk két nagy tükröt, és készítettünk egy lábazatot is. Ugye ez a lábazat mindig nagyon jót tesz egyébként látványba is, meg praktikus szempontból is nagyon, nagyon jól tud működni. Ezeket a magas nagy tereket kicsit még jobban megosztja, még barátságosabb, bensőségesebb hangulata van. Ugye azt is láthatjuk, hogy gyakorlatilag hogy itt a fehér színünk, ami a legdominánsabb, és ezen nem is akartam változtatni, hanem azt gondoltam, hogy ez egy tökéletes kontraszt lesz a gyönyörű stukkokkal. Ugye azért erre kicsit kell vigyázni, mert ha ennél elkezdünk több színt behozni, akkor azért az átfordulhat egy kicsit már a sok irányába is. Tehát én azt gondolom, hogy ha ennyire dús a díszítés, akkor sokkal jobb, hogy egy kicsit visszafogjuk magunkat. Ugye a kandallót mondtam, a kandallóra egy üveg burkolatot raktunk, ez nem igazi márvány, hanem gyakorlatilag üveg mögé van ez a márvány minta befestve, és gyakorlatilag ez egy fontos elem még, amit itt láthatunk. Ugye a dohányzóasztal is ebből készült, de a konyhapultunk, az étkezőasztalnak a teteje és a konyha hátfal részei mind ezt a díszítést kapták. Én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon szép ez, amikor ez tipikusan a kevesebb több esete, amikor tényleg ugye, ahogy láthatjuk is, gyakorlatilag ez olyan nekünk, mintha egy festményt raktunk volna fel a mennyezetre, azért is világítottam meg az egészet, mert szerintem így tényleg kiemelődik, és az összes bútorzat az meg sokkal visszafogottabb. Ahogy mondtam, három hálószobánk van,
És ugye hát ez is tényleg egy tipikus belvárosi nagy lakás, és ezeknek a lakásoknak ugye az egyik nagy előnye és szépsége az óriási nagy terek, ugye ezek a nagy szobák egymásból nyílik egyik a másikba. Ugye itt is funkció szempontjából mindenképp hálószobákat akartunk létrehozni, de hát egy mai hálószobának azért nagyon fontos része a gardrób is, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon jó ötlet. Semmiképpen nem akartam falakat behúzni és úgy leválasztani a teret, mert hát ezt a gyönyörű mennyezetet megint csak vétek lett volna hozzányúlni. Úgyhogy az ötletem az lett, hogy mi rakjuk be az ágyat a szoba közepére, ez egyrészt nagyon ünnepiesre is teszi a dolgot, és az ágyfej véget, azt gyakorlatilag használjuk fel, mindenkinek, használjuk fel egy gardrób szekrénynek. Ugye így láthatjuk, hogy így elképesztő mennyiségű gardróbunk született, és ebből a nagyon szép, nagyon luxus textilvel behúztuk ezt a gardróbot gyakorlatilag, tehát a gardróbnak a hátuljára és a két oldalára helyeztem el ezt a bevonatot, így elképesztő elegáns lett ugye az ágynak is a hátfelelésnek be is néz. Akkor így van, így van, de közben meg ugye teljesen körbejárható a szoba, és tényleg maximálisan kiemeli a mennyezeti stukkunkat. Nagyon szép lett. Még egy lakásba érkeztünk, vagy itt mi található? Ez itt a fő hálószoba. Gyakorlatilag ugye már többször meséltem neked arról, hogy az új lakásoknak a felújításoknál én mindig fontosnak tartom, hogy ne csak szépek legyenek a lakások, hanem nagyon praktikusak is, és a mai embernek, a mai kornak maximálisan megfeleljen. Úgyhogy ugyanezekben a tipikus belvárosi polgári lakásokban nem olyan könnyű megoldani, de én mindig megpróbálom megoldani azt, hogy legyen tényleg intim szféra, tehát legyen egy master bedroom, egy főhálószoba, aminek van egy hálószoba része, van egy gardrób része, és van egy saját fürdőszoba része. Tehát innentől már ez... Így van. Itt adottság volt, így van, itt adottságunk volt az, hogy van egy nagyon különleges sarokszobánk, egy sarok alkóvval is, és ezt a szobát csak úgy lehetett megközelíteni, hogy egy másik szobán keresztül. Tehát ugye lehetett volna egy szobával több, nem három, hanem négy hálószobánk, de ugye nem tudtuk volna megoldani azt, hogy így van, nem tudtuk volna az átjárást megoldani. A gyönyörű stukkózatot nem akartuk bántani, ezért ugye plusz falakat, leválasztásokat nem akartunk csinálni semmiféleképpen. Ezért úgy döntöttem, és a tulajdonosokkal együtt maximálisan egyetértettünk, hogy akkor ebből a két szobából, ebből hozzuk létre a nagyon különleges, nagyon egyedi, igazi master bedroomot. Ugye most itt vagyunk a nyitott fürdőszobánál, amit láthatunk. A manapság ez is nagyon divatos. Szerintem már azt is említettem pár része korábban, amikor találkoztunk, hogy a mai világban azért nagyon sokszor van olyan, hogy a szállodákból bizonyos dolgok bekerülnek a lakásunkba, hiszen jövőt megyünk a világban, kipróbálunk új dolgokat, és ugye ezek a nyitott fürdőszobák legelőször a hotelekben voltak megtalálhatóak. De hát ugye elmentünk, kipróbáltuk, sok mindenki sok felé, és hát megtetszett, ezért hazavittük, úgyhogy manapság ugye egyre több helyen látunk ilyet otthon is. Én azt gondolom, egyébként ez tényleg egy nagyon jó dolog, és ezt mindenkit szoktam is arra buzdítani, hogy használják, csináljon ilyet. Természetesen mindig nagyon fontos, hogy itt is szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy csak akkor működik, ha külön WC van. És sokszor elfelejtjük, és azt gondoljuk, hogy ha nincs fal, azzal már így megvan oldva a dolog, de hogy azért erre érdemes mindig figyelni. De egyébként tényleg ez a fajta nyitott fürdőszoba, ez nagyon jól tud működni. Gondoljunk csak bele, hogy reggel fölkelünk, egészen máshogy indul a nap úgy, hogyha nem egy zárt kis fürdőszobában vagyunk, nem sokkal kellemesebb, itt a napfényes szobában. Aztán, hogyha hazajövünk, vagy reggel akarunk egyet fürdőzni, egy kis pihenés, itt azért tényleg úgy érezhetjük magunkat, mint hogy egy csillagos szállodában lennénk egy luxus lakosztályban. Ezt egyébként szerettem volna hangulatba is megmutatni, úgyhogy azért láthatjuk, hogy sokkal inkább budoár hangulata van az egésznek, mint egy fürdőszobának. A textilek azok nagyon fontosak mindenhol, és azt egyébként lehet látni a lakásban, hogy az összes hálószobában ugyanazt a családot használtam, tehát ugyanazok az anyagok jelennek meg, csak mindenhol egy másik színárnyalatban láthatjuk. Úgyhogy az ilyet is én nagyon szeretem, amikor egy lakásban ezek a dolgok azért szépen végigfutnak, de van mégis különbség, mindenki tudja, hogy kinek melyik a szobája, hogyha arról van szó. Úgyhogy ennek a budoárnak azt gondolom, hogy tényleg leginkább a világítás és a textilek adják meg a szépségét. De hát ugye ne feledkezzünk el a hálószobáról sem, mert ahogy említettem, ugye egy nagyon különleges alkóvos, sarokalkóvos szoba található itt, és hát aztán igazán pompázatos lett szerintem a háló, és ez lesz a legszebb része a lakásnak.
Csegi Zoli, most jól látom, ez a másik eredeti darab itt a lakásban? A mennyezetet? Igen, ugye ez a bejárati rész, a hal, és ez a gyönyörű szép eredeti neobarok bútorzat, ami szerencsére túlélte a szocializmust, és sikerült teljesen felújítanunk, úgyhogy gyakorlatilag igen, a mennyezeten kívül ez volt az egyik még nagyon fontos inspiráció a lakásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy körülvezettél bennünket, tényleg nagyon különleges lakásról beszélünk. Egyrészt azért, ami megmaradt a régmúltból, és hát nem kevésbé azért, amit te hozzátettél a tervezői munkáddal. Köszönöm még egyszer. Remélem, hogy ti is igazán különleges lakást láthatatok, mert tényleg nem mindennapi ingatlanban vagyunk most, és remélem kaptatok egy-két inspirációt is, akár saját felújítás kapcsán, akár átalakításnál. Sziasztok!